zenekarban, a Kemencében. Ezen kívül az itt található népi játékokat is ki lehet próbálni. Van például gólyaláb is, nézzük ezt a kis fiút, milyen ügyesen van a nagy gólyalábbal. Mutasd meg egyszer! Na, oké. Koncentrálás. Nézd meg, nagyon jó volt. Próbálj, ki lehet próbálni, vannak nagyon-nagyon is. Az nagyon nagy lesz. Kérjük egy felnőtt segítségét. És a picikének is már jutott egy gólyaláb. Na, hadd nézzük, hogy jött el. Figyeljetek, gyakoroljátok, mert a betélkedőben gólyalábat is jönnek majd. De hogyha vannak olyan bátor apukák, akik meg tudják mutatni, hogy hogyan működik, annak még inkább örülnénk. Szóval ki lehet próbálni a gólyalábazást, az állati csúcsúzást, a csirket, fokozót, a diófőt, a tandemsín, tehát sok-sok mindent lehet itt játszadozni. Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a fa alatt található vitrinben ki- és kiállítás van. A vitrinekben a hazai szakma, eláll a szabad, nézzétek ezt a gyűrűlányt! Amellett, hogy milyen szép, milyen ügyesen megy azzal a gólyalábbal. Szerintem egy tapsot azért megérdemel, bravo! Ügyes vagy! Gondolom, ő már próbálgattam, gyakoroltam? Aha, nagyon-nagyon ügyes. No, hát valahogy így kellene, meg lehet tőle kérdezni, hogy hogyan is csinálja. Biztos van valami taktika és praktika. Hú, de szuper! Tehát a vitrinekben a fa alatt a hazai szakma nemzetközileg is elismert nagyjai és a feltörekvő fiatalok munkáiból láthatnak kiállítást. És a délutáni programokban tehát a betélkedők szerepelnek, ahova még mindig várjuk a gyerekek és a felnőttek jelentkezését. És ezen kívül kora délután érkeznek majd az íjászok, tehát ilyen bemutatót is lehet látni. Vasnyújtó versenyt is rendezünk majd a kovászok közreműködésével. És a délután folyamán fiatal szerelmes párok jelentkezését is várjuk, akik szeretnék összekovácsolni az életüket, hiszen a kovászok segítségével szerelmes párokat is összekötjük és összekovácsoljuk a mai napon.